Ebben a részben Hajdú Tamás törzszászlós úrral beszélgetünk arról, hogy a rendőrség miért és hogyan képez ki járőrkutyákat és csapatszolgálati kutyákat, amit az átlag emberek úgy tudják, hogy csak tömegoszlatásra használnak, de ez nem így van. Erről fogunk ennek a részleteiről beszélni. Hajdú úr, mi ez a két ág, hogyan különül egymástól, és mit csinálnak azok a kutyák, akik vagy járőrkutyák, vagy csapatszolgálati kutyák? Először is a legfontosabb, hogy amelyik kutya járőrkutya, az lehet csapatszolgálati kutya, és nyilván ez a feltétele is, tehát meglévő érvényes minősítéssel vizsgálva rendelkező járőrkutyát lehet beiskolázni csapatszolgálati képzésre. A csapatszolgálati képzést követően alkalmazható ez a szolgálati kutya tömegkezelési feladatra. Viszont ez visszafele nem igaz, tehát nem lehet olyan csapatszolgálati kutya, amelyiknek nincs járőr minősítése, és ez nagyon fontos. Ezáltal ez egyértelműen ki is derül, hogy a csapatszolgálati kutya képzés az egy ráépülő képzés, ez egy moduláris rendszer, és hát mi a kettő között a különbség? Alapvetően az, hogy az a járőrkutya, ami nagyon jó ki van képezve és napi szinten segíti a rendőrség munkáját és megvédi a rendőrtér támadás ellen a vezetőjét, pontosabban a rendőrtér támadást elhárítja, vagy egy esetleges elkövetőt el tud fogni, vagy elfog. Azon túl csapatszolgálatban ezeknek a kutyáknak egységben kell dolgozniuk, egymással szemben nem lehetnek agresszívak, bírniuk kell a nagy tömeget, tudniuk kell elviselni más szolgálati állatot, lásd ló, amikor tömegkezelési feladatban összekeverednek egy helyszínen, illetve viselnie kell egyéb testvédőt, ez is egy fontos dolog, mert van egy kutyatestvédőjük, amit viselniük kell tömegkezelési feladat során, és hát értelemszerűen sokkal nagyobb fény és hanghatások, füstöt, minden ilyen egyéb zavaró tényezőt is el kell tudjanak viselni ezek a kutyák. Hát erre képezni kell a kutyákat. Alapvetően a kutyavezetőjét is képezni kell csapatszolgálati feladatra, hogy a kutyavezető már fel van készítve alapvető csapatszolgálati feladatok végrehajtására, ismeri az alakzatokat, elméletben, gyakorlatban végre tudja hajtani, ezt úgy hívjuk, hogy szárazon ezeket a feladatokat meg tudják csinálni, akkor csatlakozik ebbe a kiválogatott kutyájuk, és így lesz a kettőből egy egység. Nagyon fontos az, hogy ezek a kutyák kézben tartott kutyáknak kell, hogy legyenek, az alakzatokat a közömbösítési gyakorlatok tömkelegével tudjuk elsajátítatni velük, és ha ez megvan, akkor nekiállunk kezelni a tömeget. Ezt mi így hívjuk, hogy tömegkezelés, nem tömegoszlatás. A tömegoszlatás már egy másik taktika, akkor már tényleg nagyon nagy a baj. Tehát akkor már ez a tipikus kergetőzés zajlik, amit látnak néha az emberek a televízióban, jellemzően külföldön ma már, mert itthon ez már annyira nem jellemző. Nagyon sok esetben a csapatszolgálati kutyák olyan preventív megjelenéssel bírnak egységben nagyobb létszámot, tehát 8, 10, 12, 16 fős kutyás egységekről beszélgetünk. Tehát azért ez egy nagyon komoly megjelenést tud felmutatni, nagyon komoly erőt tud demonstrálni, ezáltal nagyon preventív, és ezért fontos. Mi a feladata egy járőrkutyának? Azon felül, hogy megvédi a rendőrt, és hogyan képzitek a járőrkutyákat? Alapvetően a feladata a rendőrtér támadás elhárítása. Ez a legeslegfontosabb, mint egy személyvédő kutya, tehát őt, illetve a járőrtársat is képes megvédeni. A másik része, ami szinte a legfontosabb, még ettől is, az pedig szintén a prevenció, tehát az, hogy egy járőrkutyával megerősített járőrpár, vagy egy járőrszolgálat, vagy egy járőrcsoport, az mindig azt kommunikálja az intézkedés alá vont személlyel szemben, vagy egy csibésszel, vagy egy bűnöző személlyel szemben, hogy, vagy egy bűnelkövetővel szemben, hogy itt azért van erő a háttérben. Azt szoktuk mi mondani így egymás között szlengesen, hogy tisztában vannak az emberek, hogy a kutyának nincsenek olyan gátlásai, mint az embernek, tehát hogyha szükséges, akkor ő el fog működni, ezt így hívjuk, el fog működni, és teljes erejéből el fog működni,
Tehát, hogyha szükséges, akkor szájkosárban a támadást el fogja állítani. Hogyha meg kell támadni egy embert, vagy elő kell állítani, és ehhez testi erő kell, vagy ez kevés, akkor a kutya teljes testének erejéből el fogja ezt a támadást hajtani, vagy meg fogja támadni az embert. Ha szükséges, nyilván meg is harapja, hogyha erre a jogszabályok lehetőséget adnak. És ezáltal az állampolgárokba, nyilván annak az állampolgárnak van ebben problémája, akinek van vesztenivalója, tehát hogy van valami vaj a füle mögött. Ezáltal nem is nagyon történik például hivatalos személyi erőszak, hogyha járő kutya jelen van a rendőri intézkedésekben. Ezen túl még az elkövetők elfogásában fontos szerepe van, esetleges elmenekülő, elrejtőző emberek elfogásában, vagy olyan személy elfogásában, aki mondjuk kivonja magát a rendőri intézkedés alól, mondjuk nem támad, mert mondjuk hál' Istennek azt nem meri megtenni, de megpróbál elfutni a rendőr elől, akkor azért a négy láb azért négy láb, ő utol fogja érni ezt a menekülő szemét, és ezt a menekülő szemét meg fogja állítani addig, ameddig a kutya vezetője, vagy a többi rendőr odaérkezik, és akkor már meg tudják csinálni az előállítást. Mikor veheti le a rendőr a szájkosarat a rendőr kutyáról, milyen körülmények között? Hát hogy ítéli meg? Mit is jelent ez? Amikor a rendőri intézkedés olyan fázisba kerül, amikor a kutya vezetője azt érzi, hogy egy magasabb lépcső kényszerítő eszköz alkalmazása van lehetőség, mert azért azt tisztázzuk, hogy a járőrkutya és a csapatszolgálati kutya az egy kényszerítő eszköz. A rendőrségi törvényben meghatározott kényszerítő eszköz, annak alkalmazása szigorúan törvénnyel szabályozott. Annak a módszertana szintén szabályozott, annak a gyakorlati végrehajtása szintén szabályozott, és hát nyilván abban az esetben, alapesetben, a járőrkutya szájkosárban pórázzal van felszerelve, és így lát el a kutya vezetője mellett szolgálatot. A támadást, vagy az elsőleges alkalmazás a szájkosárban is történik, és az esetek 99,9%-ában ennyi bőven elég. Ennyi bőven elég. Maximum megüti az embert, vagy bármi, ha alkalmazni kell a kutyát. Azért az azért látszódnak a videófelvételeken majd, hogy azért úgy elég nagy hatásfokkal működik. Ezek 99%-ban elegendők. Amikor már lekerül a szájkosár, az már egy olyan eszkalált helyzet, amikor a kutya vezetője már veszélyben érzi saját magát, vagy a szolgálati kutyának testi épségét, ekkor lekerül a szájkosár, és akkor már értelemszerűen a kutya a legnagyobb fegyverét tudja használni. Ez nem jellemző, szerencsére. Hogy képzik ezeket a kutyákat? Maga a képzési folyamat 3,5 hónap körüli időtartamot vesz igénybe. Egy kiválasztási eljárást követően, ami eléggé hosszú folyamat, ahol egészségügyi alkalmasságot nézünk, megnézzük a kutyának az alap tulajdonságait, ne féljen mélységben, magasságban, bírja a lövést, tehát hogy viszonylag egy stabil idegrendszerű, magabiztos kutya legyen, ez mellett megnézzük azt, hogy a kutya úgymond harapjon, tehát meg tudja fogni a felkínált zsákmányt fogásra, és hát ne féljen az embertől, sőt, inkább támadjon. Ezt ugye, ha felmérjük, túlesik a kutya egy orvosi vizsgálaton, ahol szintén minden rendben van, megtörténik a megfigyelési ideje a kutyának, akkor a kutya vezető és a kutya az egyszerre képződik nálunk alapesetben. Ha a szaktanfolyami képzésre érkezik valaki járőkutyával, akkor kezdő kutyavezető kezdő kutyával jelenik meg nálunk, és az oktatói kollégáimmal együtt elkezdjük őket egyszerre képezni. Szépen fejlődnek folyamatosan együtt, és így azért egy egységet képeznek, mert hogy ezt tudomásul kell venni, ez egy nagyon szép dolog, hogy a kutya és a vezetője az egy egységet képez. A kutyavezető tisztában van azzal, hogy a szolgálati kutya egy kényszerítő eszköz, ellenben a legjobb barátja, és egy nagyon komoly érzelmi kötődés és kapcsolat van közöttük, de akkor is egy eszköz, amit alkalmazni kell azért, hogy más ember élet ne kerülhessen túl nagy veszélyben, vagy minimalizáljuk a kockázatot. Tehát képezzük a kutyát szépen alapvetően engedelmes munkára, ügyességi munkára és őrzővédő munkára. Ez a három rész elkülönül. Azt tudni kell, hogy az engedelmes munka és az ügyességi munka az minden szakirányba, teljesen mindegy, hogy a járőrkutya vagy bármilyen más szakirányba dolgozik, mindenhol egységes szintet kell tudni, és utána specializálódunk az őrzővédő munkába. Az őrzővédő munka, ahogy mondtam, jellemzően szájkosára alapozik,
csoportos harci játékokkal kezdjük el a kutyát alapozni, és így mutatjuk meg a kutyának, hogy az a szájkosár igenis arra való, hogy ha már korlátozzuk, hogy a fogait nem tudja használni, akkor azt nagyon ügyesen elkezdi szépen használni idézőjelbe, és akkor azzal már tud ütni, a saját testét bele tudja vinni dinamikával, lendülettel, úgymond, amikor kell az alkalmazást már feszegetnie, és nagyon nagy magabiztos hátteret is ad ez neki. Hogyha ez megvan, akkor mellette már elkezdjük a fogását a kutyának idézőjebe, tehát hogy mindenki értse a harapást fejleszteni, hogy azért az egy nagy, magabiztos, határozott egyfogás legyen, ne összerágja az embert, mert ugye ez, nyilván ez is fontos, hogy a lehető legkisebb kárt okozzuk az intézkedés alá vont szemében. És ez abban nyilvánul meg, hogy egy fogást, egy megtartott fogást tart a kutya, nem pedig úgy, mint egy játszótéri kutyus, vagy bárki, aki félelemből oda rákcsál, ide-oda harabdál. Ezek egyet fognak a kutyák, és ami nagyon fontos az, hogy a magyar jogszabály kötelezővé teszi az eresztést. Tehát a kutyának azt is meg kell tanítani, hogy vezényszóra valakit megfogjon, megharapjon, de azt vezényszóra el is kell tudja engedni. Ez nagyon szigorú szabály Magyarországon, úgyhogy ezt is végrehajtjuk a képzés során. Ha ez megvan, akkor a kb. 3,5 hónap múlva a kutya és a vezetője közösen egy gyakorlati vizsgát tesznek, ezt úgy hívjuk, hogy minősítés, ezt követően már alkalmazható a kutya közterületen, ekkor már a kutya és a vezetője egy egységként már kimehet utcára, és szépen dolgozhat, és ez nagyon fontos, hogy itt nincs vége a képzésnek, évente szükséges hozzánk minden járő kutyavezetőnek visszatérnie, 2 hét tovább képzésen kell részt vennie, illetve egy minősítődés teljesítménybéreleti rend alapján egy úgymond vizsgára, egy műszaki vizsgára kell visszajönni, ahol minden évben egyszer ugyanazt a vizsgát meg kell ismételni, ezzel bizonyítják az alkalmazhatóságának fenntarthatóságát, és hát nyilván a továbbképzésen meg megpróbálunk nekik mindig valami újat, vagy valami pluszt beletenni az életükbe, hogy kicsit fejlesszük őket. Mi történik a kutyával abban az esetben, hogyha a rendőrséghez kerül, egy járőrrel együtt felkészítik őket, elkezdenek együtt dolgozni, jó pár évet eltöltenek együtt, és aztán valamilyen oknál fogva a kutya vezető távozik a rendőrségtől. Ilyenkor mi a helyzet? Megvizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az a szolgálati kutya, aki úgymond bent maradt a rendszerben, és a vezetője már kikerült a rendszerből, megvizsgáljuk, hogy ez a kutya alkalmas-e arra, hogy átadható legyen egy másik vezetőnek. Van rá lehetőség, hogy egy rutinosabb, vagy már egy végzett kutyavezető ilyen képzett kutyát átvehessen. Ennek megvizsgáljuk a lehetőségét. Ha a kutya ezt jól tűri, úgymond a gazdaváltást jól tűri, akkor átadjuk egy új kutyavezetőnek. Hogyha a kutya habitusából adódóan, vagy bármi idegrendszeri probléma miatt, vagy bármilyen egyéb más dolog miatt úgy dönt idézőjelben, hogy nem tud és nem is kíván másik vezetővel dolgozni, akkor az abban az esetben a kutyát idő előtt nyugdíjazzuk, és akkor már az a kutyavezető, akivel együtt dolgozott eddig, ő haza is tudja akár vinni. Tehát egy olyan úgynevezett előnyugdíjba el tudjuk engedni őt. De előtte mindenképpen megvizsgáljuk azt, hogy a kutya más szakirányba vagy más vezetővel alkalmazható, mert ő azért, ha tetszik, hanem ő egy vagyontárgy a rendőrségnek, elég komoly értéket képviselő vagyontárgy. Oké, van egy felkészített és már dolgozó, magas szintű tudással rendelkező járőrkutya, aki már gyakorlatot is szerzett. Hogyan kerül ez a járőrkutya csapatszolgálatra, és mit kell még pluszban megtanulnia, hogy alkalmas legyen erre a munkára? Első körben fontos az, hogy nem mindegy, hogy a kutya és a kutya vezetője melyik szervnél dolgozik. Vannak olyan szervek, ahol ez nem opció. Lásd, készenléti rendőrség. A készenléti rendőrség alapvetően is csapatszolgálati feladatot lát el, tehát ott elvárt, hogy minden járő kutya csapatszolgálati feladatban is elláthassa, úgymond megállhassa a helyét. Tehát mindenképpen fontos, hogy a készenléti rendőrségnél minden járő kutya megállja a helyét csapatszolgálati tevékenység során. Ezáltal már célirányos a képzés, az alapvetően is így működik. A BRFK-n, tehát a Budapesti Rendőrfőkapitányság közrendvédelmi főosztályán szintén olyan kutyák dolgoznak, és olyan kutyavezetők, akik csapatszolgálati feladatot látnak el alapvetően, tehát ott sem opció ez, tehát hogy ennél a két szervnél ez szinte kötelező.
Így is válogatunk, így is csináljuk a képzéseket, hogy körülbelül beférjenek ebbe a rendszerbe. A vidéki területi szervekről beszélgetünk. Vidéki területi szerveknél korábban ez úgy működött, hogyha valamelyik területi szerv úgy érezte, vagy úgy gondolta, hogy szüksége van csapatszolgálati kutyásra, akkor jelentkeztek nálunk képzésre, és akkor mi felmértük, hogy alkalmas-e, bevontuk képzésbe, és hogyha elég ügyes volt hozzá a kutya és a vezető, akkor elvégezte azt a képzést. Nagy fordulat volt a 2020-as Európa-bajnokság, labdarúgó Európa-bajnokság, amikor nagy létszámú, és nagy mennyiségű, nagy létszámú csapatszolgálati kutyát kellett felkészítenünk a mérkőzések biztosításával kapcsolatban. Ugye ez a Covid miatt eléggé ellaposodott idézőjelben. Tehát abban az időszakban még 100 kutya lett kiválogatva csapatszolgálati feladatra. Aztán ennek csak egy része került bevetésre, mert hogy viszonylag kisebb létszámú mérkőzésekre kellett felkészülnünk. Ezáltal még az az egység, amik látszódnak a felvételeken, meg jelenleg szolgáltat ellátnak, ez 43 kutyavezető jelenleg és kutyája országos szinten. Ők úgymond az ország, a magyar rendőrségnek az ilyen tartalék kutyás egységét képezik, a készíti rendőrség és a budapesti rendőrfőkapitányság kivételével. Ez azt jelenti, hogy ha bármilyen komolyabb mérkőzés, vagy bármilyen olyan biztosítási feladat van az országban, ahol kutyás megerősítésre van szükség, abban az esetben ezeket a kutyavezetőket be lehet rendelni. Általában ez meg is szokott azért évente egyszer-kétszer történni, ekkor az országos rendőrfőkapitány úr berendelője alapján mi hajtjuk végre ezeknek a kutyáknak a felvezetését, és akkor besegítünk vagy a készíti rendőrségnek, vagy a budapesti rendőrfőkapitányságnak. Maga, hogy a képzése hogyan zajlik, igen, járőr egyes minősítése megvan, kiválogatjuk a megfelelő kutyákat, megtörténik a kutyavezetőnek az alapcsapatszolgálati képzése, amikor ez megvan, elméletben és gyakorlatban, tehát szárazon, akkor betesszük ebbe a feladatba a kutyát, és elkezdünk folyamatosan alapvető alakzatokat végrehajtani, amik szintén látszódnak a felvételen. Különböző sorfalakat, különböző alakzatokat megalakítanak, először még jelző nélkül, majd a végén már jelzők segítségével, ahol már füstgránátot, hanggránátot, minden olyan egyéb eszközt elkezdünk alkalmazni, amik előfordulhatnak egy ilyen tömegkezelési feladaton. És az nagyon fontos dolog, hogy ezek a szájkosárban és szájkosár nélkül is tudnak ezek a kutyák helytállni egy ilyen tömegkezelési feladatban. Hát szájkosár nélkül nem nagyon volt erre még precedens az elmúlt néhány évben, mert ahogy mondtam, a járőr egynél is, tehát egy alapjárőrnél is a szájkosaros megjelenés már nagyon, nagyon, nagyon preventív, hát tömeggel szemben egy tömeges kutya alkalmazásnak szintén nagyon-nagyon nagy preventív előnye van. Egy éles helyzetben, ahol bevetésre kerülnek ezek a kutyák tömegkezelésre, úgymond, hogyan lehet védeni őket, mert azt látjuk, hogy a rendőrök azért megfelelő védőruházattal rendelkeznek, sőt gondolom, hogyha éles helyzet van, plexi pajzsokkal is. De hogyan lehet a kutyákat védeni, vagy megvédeni a sérülésektől, például egy olyan helyszínen, ahol szemben áll egy tömeg, dobálnak esetleg üvegekkel, különböző tárgyakkal, stb. Mit tesznek ilyen helyzetben? Első körben mérlegelünk, nagyon fontos. Mérlegel ilyenkor mindig egy parancsnok, hogy a szolgálati kutya bevethetősége megfelelő lesz-e, nem jelent túlzottan nagy veszélyt a szolgálati állatnak a testi épségére. Ezáltal, mire gondolok, vannak olyan helyzetek, ahol nem tudjuk őket bevetni. Ezt ha nem muszáj, ezért nem mondanám el, hogy mik ezek a helyzetek, egy ekkora lehetőséget nem adok az embereknek. Viszont mindenképpen foglalkozunk a szolgálati kutya védelmével, mert hogy ő a társunk, a barátunk, imádjuk és szeretjük őket, és belőlük csak egy van, ahogy belőlünk is. Igen, a rendőrnek van egy nagyon szuper testvédője, fejvédő és testvédője, és ha szükséges, akkor pajzsa is. A szolgálati kutyának pedig szintén van testvédője. Néhány évvel ezelőtt
már lett a budapesti rendőrfőkapitányságnak és a készíti rendőrségnek már a kutyás egységének testvédője. Majd aztán, amikor ez a nagyobb létszámú egység került kiképzésre, akkor volt lehetőségünk ismételten kutyatestpáncél beszerzésre. A rendszeresítési eljárás során egy nagyon szuper testvédőt sikerült közösen összeállítanunk. Olyan jól sikerült ez a kutyatestvédő, kikértem egy csomó egyéb társszerv véleményét, a készíti rendőrségét, a BRFK kutyások véleményét, nagyon sok kutyavezető véleményét kikértem, hogy milyen legyen az igazi testvédő, mert nem én szerettem volna meghatározni. Viszont ezáltal, hogy a bizottságban benn voltam, nyomon tudtam követni első perctől az utolsó percig, az első öltéstől az utolsóig. Egy magyar cég nyerte meg a kutyatestvédő gyártását szerencsére. Ez a magyar cégnek a vezetője egyből fölvette velünk a kapcsolatot, és tényleg még szinte a gyártósoron is ott lehettünk. Folyamatosan próbáltuk a kutyákra ezt a testvédőt, minden egyes kritikánkat, javaslatunkat megfogadva megalkotta ezt a jelenkori testvédőt, amiben már még hűtőjégzselét is el tudunk helyezni, ha szükséges. Teljesen ütés, szúrás, vágás álló mellényünk van, amiben a kutya teljesen tud mozogni, a gerincvonala is védve van, különböző figyelmeztető jelzéseket el lehet rajta helyezni, jól tisztíthatóak, kivehető béléssel rendelkeznek, tehát hogy egy elég profi testvédőnk van, úgyhogy ez már rendszerben van, működik, látszódnak a bemutatóinkon, felvételeinken, hogy ezt szeretik is alkalmazni, és egészen jól viselik a kutyák. Valamint a tavalyi évben, meg az idei évben van lehetőségünk szintén ennek a magyar cégnek a jó voltából tesztelni kutyasisakot, ez fejvédőt. Ez a kutyasisak egy ilyen műanyag sisak, amelyre még hallásvédő is elhelyezhető, illetve a szemét védi, valamint az orrát a kutyának. Ebben zajlanak most tesztek, nézegetjük, hogy lehet-e bevetni a magyar rendőrségnél. Egyelőre elég jókat tudok róla nyilatkozni. Ez még majd a jövő. Ez a jövő. Amikor megkérdezik, hogy mi a jövő ebben, az a jövő, hogy szeretnék egy jó kutyasisakot a kutyáknak, hogy a fejük is jól védhető legyen, mert tényleg fontos nekünk az ő épségük. Egy kutya-rendőr-járőr páros a szolgálati órák végeztével mit csinál? A kutya bennmarad itt a Dunakeszi központi telepen, vagy ezek a kutyák hazamennek a járőrrel és megosztják vele a hajlékukat? Hogy történik ez? Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Jellemzően, tehát az esetek 90%-ában ezek a szolgálati ebek együtt élnek szinte a családdal. Ami nem azt jelenti, hogy egy családi kutya, tehát ez nagyon fontos dolog. Ezeknek a kutyáknak a tartása nagyon szigorú szabályok közé van téve. Ők nem egy házi kedvencek, ők nem egy játékkutyák, ők nem játszhatnak a gyerkőccel otthon egyedül az udvaron, nem lehet elengedni a futtatóba, vagy hadd szaladgáljon. A kutyavezetőnek nagyon nagy felelőssége van ennek a szolgálati kutyának az otthonában történő tartással, és erre nagyon szigorú szabályok is vannak. Ezeket be kell tartani, ettől függetlenül hazaviszik, mert ahhoz, hogy a kutya és a vezető között ez a kapcsolat nagyon mély legyen és nagyon jó legyen, ahhoz az kell, hogy együtt éljenek. Tehát hazaviszik jellemzően. Ha véletlenül olyan helyzet van, hogy nem tudják hazavinni, mert természetesen akik lakásban laknak, vagy olyan körülmények között laknak, hogy ez nem teszi lehetővé, hogy egy ilyen komoly kutyát hazavigyen, őket pedig a rendőrség valamelyik kutya telepén, vagy olyan helyen helyezik el, ahol egy őrzött objektumba, ahol van rájuk gondozó és felügyelő személyzet. De még egyszer mondom, jellemzően otthon tartják a szolgálati kutyáikat. Alapvetően a járőkutyákról azért tudni kell, hogy ők a barátaink. Egy olyan állampolgárnak, akinek nincs vaja füle mögött, egy pozitív jelenség. Én azt gondolom, hogy az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét mindenféleképpen meg kell, hogy erősítse. Én nekem mindig jó érzés látni. Mindegy, hogy Magyarországon, külföldön, bárhol látok egy járőrkutyást, mert akkor látom, hogy ott az mögött van egy magabiztos erő, és remélem, hogy ez sugározza a nézőknek is. Ez fontos dolog, illetve azt szintén fontos tudni, hogy az mellett, hogy egy kutyavezető csak kutyavezető névvel van, és a kutya egy szolgálati kutya, ami kényszerítő eszköz, ez mögött azért sokkal több van. Itt a kutya és a vezetője között
nagyon mély érzelmi kapcsolat van. A kutyavezetőnek nagyon sok munkája van a háttérben. Tehát, hogy a kutya egy olyan kényszerítő eszköz, amit nem lehet lerakni a munkaidő végén. Nem egy maroklő fegyver, egy szolgálati fegyver, vagy egy bilincs, vagy egy gáspri, amit leteszek a szolgált végén a szekrénybe, elzárom, és akkor majd a szabadságról hazértem, akkor előveszem. Ezekről a kutyákról nekünk napi szinten kell gondoskodnunk, az év 365 napjában felelünk ezekért az ebekért. Szeretjük őket, óvjuk őket, tiszteljük, becsüljük őket, amennyire lehet képezzük is őket, teljes lelki, teljesen nyitottan és teljesen profin, már amennyire ugye a lehetőséges körülmények ezt engedik. Ezáltal azt tudni kell, hogy ez mögött nagyon sok munka van. Nagyon sok munka van, ezáltal én minden kutyavezető előtt emelem a kalapomat, mert ez szerintem a rendőrség egyik legszebb szolgálati ága.